És most, kedves nézőink, én ismét fölteszem az én kis látókalapomat, mert egy-két dologra megtanítom önöket. Most így új év első hetében egy kicsit játszunk. Például biztos, hogy mindenki szeretne anyagi jólétet. Erre egy nagyon jó tanács, ha önök gyertyát gyújtanak, de nem akármilyen színűt, hanem aranyat. Az aranygyertya égetése hozza be önökhöz a sok pénzt, az anyagi jólétet. Akinek nem sikerül aranygyertyát találnia, a sárga gyertya is rendkívül hatásos lehet, de én tanácsolom az aranygyertyát. Annyit szeretnék mondani, hogy véletlenül se gyújtsanak kék gyertyát, mert a kék gyertya gyújtás előzi a barátokat. Aki babonás, jobb, hogyha fél. És mutatok önöknek egy másik dolgot, amit lehet vagy 5 különböző színű szalagból kötni, hiszen minden egyes része az életünknek kötődik egy-egy színhez. Az egészség a zöldhöz, a gazdagság az arany vagy sárgához, a harmónia a kékhez. De ha valamit még jobban szeretnénk, akkor válasszuk ki azt a színű szalagot, és kössünk rá csomókat. Ez fogja megőrizni nekünk egész évben azt a jót, amit szeretnénk bevonzani. Én most, bevallom őszintén, ezt is aranyat választottam, mert szeretném, hogyha a következő évem egy kicsit jobb anyagi körülmények között lenne, tehát nézzük, hogy milyen csomókat is köthetünk. Az első csomót megkötjük azért, hogy egészségesek legyünk. A második csomót a szalagra azért kötjük meg, hogy a szellemi harmóniánk is rendben legyen. Akinek ez a nehezebb, az eleve kösse kék szalagra a csomókat. Aztán kötünk egy harmadik csomót, hogy az emberekkel való kapcsolataink, a társas kapcsolataink is rendbe menjenek. Akinek ez lenne igazán nagy feladat a következő évre, az rózsaszín szalagot csomózzon. Aztán kötünk olyan csomót, amivel a testi-lelki egészséget együtt őrizzük, és kötünk olyan csomót, amivel bevonzuk az anyagi jólétet, egy kicsit a gazdagságot, mindenki tudna vele mit kezdeni, és az utolsó csomónk pedig nem más, mint hogy megtaláljuk a helyünket ebben a világban, ráleljünk a saját utunkra. És amikor megvan ez a kis csomós szalagocskánk, vagy aki éppen 5 színű szalagból kötötte, akkor az a legvégén az 5 szalagot összecsomozza, és elrejtjük a lakásnak egy olyan intim helyére, ahol csak mi tudjuk, hogy ott van, és őrizzi a mi álmainkat. Csinálják meg, árt, ami nem használ. Kedves Tibor, hát én ennyit látóztam, vajákoskodtam, te hogy fogod kezdeni az új évet? Hát, ha megengeded, akkor én javaslom, hogy arra a zsinórra kössünk még egy csomót. Igen. És az a csomó, az legyen az, hogy váljon valóra minden álmunk, egészségen, boldogságon, semmi nem újjon. Tulajdonképpen ugyanúgy fogunk kezdeni az évet, mint minden évben, hogy reménykedem, hogy jobb lesz, és mindig azt szoktam mondani, hogy csak rosszabb ne legyen. Tudod, hosszú évek óta minden évben úgy indulok el az új esztendőben, hogy optimistán, boldogan és egyre tapasztaltabban. Most érdekes ez a mai műsor is, ugye? Olyan dalokat énekeltem végig, amit a fiatalabb koromban tanultam meg, és látod, milyen jó hasznát vettem most. Úgyhogy például üzenetem az önöknek, a fiataloknak elsősorban, hogy tanuljatok sokat,
hogy legyen miből építkeznetek egész életeteken keresztül, és még ebben a korban is, a 20-as, 30-as éveimben tanult Próbálj meg 120 évig élni című dalt énekelhetem, amit egyébként Nádas Gábor a Pesti Vigadóban a szerzői estjén velem énekeltetett először. És ez nekem nagyon nagy plakáton is ott volt, hogy én énekeltem ezt a számot először. Hát ez nem tegnap volt. És akkor az új esztendőben meg azt kívánom mindenkinek, hogy szerezzék meg a korrekt információkat mindenből, mindenből. Rázzuk le magunkról azokat a nem kívánt dolgokat, amiket ránk aggattak, a kényszerzubbonyokat. Hát túl sok egyébként, amivel... Tudjuk meg azt, amit meg kell tudnunk, az igazságot. Tudjuk meg magyarságunkat. Tudjuk meg azt, hogy hogyan tudunk egészségesebb, hosszabb életűek lenni. Tudjuk meg, mi az, amit nem szabad fogyasztani, és mi az, amit kell fogyasztani. Tudjuk meg azt, ami minden állampolgárnak a joga, de egyúttal kötelessége is, hogy hogyan tudnánk többet tenni magunkért, szeretteinkért, és mindenki ezt megtenni, akkor végül is az egész társadalom, az egész ország gazdagodna vele. És én azt hiszem, hogy lehet, hogy patetikus, de engedjék meg, hogy így új év hajnalán egyszer kimondjam azt, hogy tegyünk meg egymásért, amit csak lehet. Én hiszem, hogy minden ember jónak születik. Aztán a társadalmi konvenciók, meg a csúnya hírek elviszik más irányba nagyon sok embert. De esélyt kell adni újra és újra, hogy javuljon a világ. Lehet, hogy ilyen optimistán más azt mondja, hogy hülyén, fogok meghalni. De nekem jó ez így. Nem szeretnék már túl sokat csalódni. Úgy kívánom önöknek, hogy legyen egy boldog, egészséges, sikeres, szeretetteljes új esztendőjük. És nézzék sokáig ezt a műsort. Remélem, hogy a hatos csatorna most már nagyon sok felé elkerült. Na most már mindenütt ott és komolyan... Ez egy szép újévi ajándék. Igen, mert olyan jó, hogy itt vagyunk erőszakmentes tévében. Kimondom, pornómentes tévében. Politikamentes tévében. Egy olyan helyen vagyunk, ahol tényleg minden egyes kollégával testvéri jó barátság, nem, baráti barátságban vagyunk. A testvéreinket sajnos nem tudjuk megválogatni, nekem szerencsére jó testvéreim vannak, tehát nehogy félreértés essék. De higgyék el, hogy minden azon múlik, amit adok, csak azt várhatom el. Nekem kell először adni ahhoz, hogy esetleg én is kapjak valamit vissza. És ha nem kapok vissza, ez az önzetlenség. De hát azt szoktam mondani, hogy a lépcsőházba is tessék köszönni. És akkor jó lesz a napja. Hát valahogy igen, így kéne élni, és azt hiszem, hogy mi a műsorainkkal ezt meg is tesszük. Na most akkor beszéljünk arról, hogy aki mondjuk még életében nem tudta, hogy mi az mondjuk egészségesen táplálkozni, annak nyugodtan ajánljuk, hogy ebben az évben üljön le a mi műsorunk mellé, általában a Tea Glóriával utolsó blokkja, az mindig az egészségünkre. Hát ez a legnagyobb vágyam. Isten bizony mondom, ez a legnagyobb vágyam, hogy legalább hallgassák meg a korrekt, tisztességes információkat. Nem véletlen, hogy 2000 évvel ezelőtt is Hippokrates Paracelsus mondta, hogy a pokol kapuja a gyomorban van. Tehát a legtöbb betegség ott kezdődik, hogy egészségtelen táplálkozás, vagy egészségesebb táplálkozás, de nem kellő felszívó képesség, tehát a szervezet kitakarítása, méregtelenítése, a megfelelő tápanyagok bevitele, a méreganyagok kitávoztatása, a toxikus anyagok tüntetése, és még nagyon-nagyon sok korrekt információ. Tudnélik, nagyon sokan hallottak már mindenféle természetgyógyászati dologról, de nem biztos, hogy a korrekt információt hallották, vagy csak a részinformációt hallották, és tudják, a részinformáció dezinformáció. Egyszer hadd mondjam ki, hogy ha mondjuk ezt a darabot itt kivágnánk, ezt a ruhadarabot, és csak ennyit látná ezt a kis kockát, nem tudná eldönteni, hogy most ez egy nadrág, vagy egy mellény, vagy egy női ruha, vagy férfi ruha, vagy hogy mire használjuk, vagy egyáltalán. Ne ítéljen részinformációkból, csak az az ember tud korrektül, tisztességesen dönteni, saját élete, vagy bárki,
mondokája fölött, aki az egész információt megszerzi. És ehhez önöknek joguk van. Én azért kezdtem el magam felé fordulni, hogy hosszabb és egészségesebb életem legyen. És tudják mit? 15-16. Év után elmondhatom, hogy nem álmodtam azt, hogy ez valóban bekövetkezik. És lehet, hogy önnek is erre van szüksége. Hogy forduljon maga felé. Szerezze meg, követelje meg a korrekt, tisztességes információkat. Nem biztos, hogy tőlem, de olyan embertől szerezze meg, akinek az első szempontja az, hogy segítsen, és csak a 26. az, hogy meg is éljen. Én megélhetnék bármi másból. Annyi mindenhez értek. Sajnos a Jóisten megvert, vagy megáldotta azzal, hogy életem során nagyon sok mindent nem foglalkoztam. És megpróbáltam mindent maximális erőbedobással, korrektséggel csinálni. De ez, hogy egészség önnek, nekem, mindannyiunknak, hát ennél fontosabb nincs. És ez az egyetlen adó a kezünkben, ami minden egyes emberen saját magán múlik, hogy meddig és hogyan fog élni, hogy meddig és hogyan fog létezni Magyarország, hogy meddig és hogyan fogunk boldogabban élni. Rajtam múlik. Tessészes lenni, komolyan venni minden napot, hiszen megvan számolva a napjaink, és ön számolja meg. Lehet új életet kezdeni bármikor, itt az új esztendő. Tessék megfogadni, hogy ebben az évben másképpen fogom csinálni, ami rossz, és áthozom azt, ami jó. Tabula rasa. Nyisson egy új füzetet, és írja fel 2014. január 1. Első pont, egészség. És ha ez megvan, minden megvalósulhat. Legyen célja. Legyen célja. A legfőbb célja az, hogy hosszú, egészséges, sikeres életet akarok élni. Engedje meg, hogyha gondolja. Segítsünk ebben a műsorban is, vagy szerezze meg az információt azoktól, akik őszintén és korrektül akarnak segíteni önnek. Akkor nekünk is meg kell fogadnunk valamit, igen, hiszen most éveleje van. És mivel nagyon sok új nézőnk van, évközben lépett be a T-Home teljes hálózata, most decemberben a UPC, és mindig vannak újabb és újabb emberek, akik úgy döntenek, hogy éppen ezt a műsort nézik. Fogadjuk meg, hogy új év, elkezdünk előről mindent, lesz, akinek ismétlés lesz, aki pedig nézőink közül most fogja először hallani mindazt, amiről mi már 6 éve beszélünk. De tudod, az ismétlés a tudás anyja. Ha egyszer valamit hall, az úgy elszáll. Ha közben jegyzetel, akkor az egy kicsit jobban megmarad, mert lát, hall és manuálisan lejegyzi. Sőt, hát azok, akik klubtagjaink, azok hetente kapnak hírlevelet, amiben korrekt, tisztességes információkat próbálunk adni olyan kérdésekre, ami önöket érdeklik. Van egy Tea Glóriával műsor, és ennek van egy nézői klubja. Havonta jönnek össze, és olyan jó kis, most a legutóbbi ott voltam, és komolyan mondom, hogy jól éreztem magam. Tényleg nem mondanám, hogyha nem mondjuk. Na. És akkor januárban van is lesz, 25-én, most még csak ennyi. És akkor van egy másik klubja ennek a műsornak, az pedig az Egészségklub. És most januártól minden második héten lesz Egészségklub, és minden második héten lesz Szépségklub. Úgyhogy azokat is várom. Tudnék, a bőrünk állapota, a hajunk, a kinézetünk, ez nagyon-nagyon fontos, hiszen pszichésen is, tehát lelki, az az ember, aki nincs megelégedve a testével, akár az izomzatával, akár a testsúlyával, akár a szépségével, mimikájával, hajával, stb. Nem tud teljesen egészséges lenni, hiszen problémák gyötrik. És ez a belső vívódás, ez bizony akár emésztőrendszeri, akár idegrendszeri, akár sok területen kikezdi a szervezetet, és egészségkárosító. Tehát próbáljon meg minél többet magával foglalkozni, mert ki tegye meg ezt, ha nem ön. És megjön az önbizalom, a biztos fellépés, a másik emberekkel való kapcsolattartás. Igenis számít, hogy egészségesek legyünk, és szépek, csinosak, ápoltak, elfogadhatóak. Igen, az maga egy jó érzés, hogyha a párja. Ugye, mit gondolna arról az emberről, akivel nem szívesen van egy
helységbe se, mert ápolatlan, mert különböző problémák vannak. Hát kérem szépen, megint csak azon múlik, hogy az az illető mennyire kényes magára, mennyire figyel magára, és mennyire intelligens a környezetéhez képest. Életet kaptunk. A Jóisten, a szülők megajándékoztak bennünket azzal, hogy kaptunk egy bizonyos időt, amit eltölthetünk itt a Sárgolyón. Hogy hogyan? Csak önön múlik. Az új esztendőben azt kívánom még egyszer, hogy minden úgy váljon valóra, ahogy ön szeretné. Pozitív gondolatok, sikerélmény, egészség, és akkor minden megvan. Én azt hiszem, hogy érdemes megfogadni Tibor szavait, és mi pedig megígérjük, hogy azon leszünk, hogy minél több jó dolgot, szép dolgot és hasznos tanácsot adjunk át. Most ugye január első hete van. Hogyan indul? Mikor lesz szépségklub ehhez képest? Igen, természetesen első az egészség, tehát az január első csütörtökje egészségklub, második csütörtökje az szépségklub. Tehát mindig az első, a páratlan az az egészség, a páros a szépség. És hát minden nap reggel 9-től délután 5-ig a klubban ott vagyok. Egy telefont megereszt, akkor tudunk beszélni egy időpontot, amikor térítésmentesen én a szaktanácsaimmal ellátom, hogyha kíváncsi rá. Természetesen sok időt kell egymásra fordítanunk, hiszen nekem mániám az, hogy nem a problémát kell megoldani, hanem az okot. És hogyha az okot megtaláltuk közösen önnel, akkor az egész egészség, az egész test fel tud turbosodni, rendbe tud jönni, természetesen az orvosok segítségevel együtt. Mert ne felejtjék, a minőségi táplálkozásra, a jó orvosi szaktanácsra mindig is szükség lesz. Az egészség pedig akkor lesz egészség, ha az akadémiai gyógyászat és a természetgyógyászat összes jó tulajdonságát már birtokolja, és akkor tudunk igazán jól élni. Kedves nézőink, önök a Tea Glóriával 2014-es első adását látták. Most fogadják tőlünk szeretettel, amit így mi művészek közösen átadunk önöknek, hogy nem csak a 20 éveseké a világ. Milliók fogják énekelni ezt a dalomat, milliók, akik mind találva érzik magukat. Harcba hívom gyermekeket, aggastyánokat. Hallják hát az álláspontomat. Nem csak a 20 éveseké a világ, az úton még poroszkál, lenne néhány korosztály, a réten mindenki talál virágot. Hát gyertek, srácok, legyünk jó barátok! La 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 la. Egy évesek, két évesek, jönekeljetek! 30-asok, 40-esek, ti is jöjjetek! 50-esek, 70-esek, ti is jöjjetek! Jöjjetek, jöjjetek, és énekeljétek! Nem csak a 20 éveseké a világ, az úton még poroszkál, lenne néhány korosztály, a réten mindenki talál virágot. Hát gyertek, srácok, legyünk jó barátok! La 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 la. La 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 la. 20 évesek felétek csak annyit mondhatok, 20 évesnek lenni sajnos múló állapot. Mert az, aki ma 20 éves, holnap 21, jöttök majd és énekelitek. Nem csak a 20 éveseké a világ, az úton még poroszkál, nem kell néhány korosztály, a réten mindenki talál virágot. Hát gyertek, srácok, legyünk jó barátok! La 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 la. És akkor ezek után, hogy most már tudjuk, hogy miénk a világ, Éliás Tibor és Geszti Glória.
Boldog új évet kívánunk önöknek! Egészségünkre!